Minden korábbinál több résztvevővel zajlott le a vármegyei polgármesterek és jegyzők találkozója múlt hét csütörtökön és pénteken Tiszakécskén az Arany János Művelődési Központban, illetve a Barack Hotelben. A Bács-Kiskun vármegye önkormányzata által szervezett eseményen ezúttal 140 fő vett részt. Megnyitó beszédében Rideg László közgyűlési elnök kiemelte, év végéig a terület és település fejlesztési operatív program mind a 774 vármegyei projektje befejeződik, miközben elkezdődött a TOP Plus pályázatok kiírása is. A közgyűlési elnök beszélt a közösségfejlesztési projektek eredményeiről, kiemelve, hogy megjelent a vármegyei történeteket tartalmazó Meseföld és a Legendás út kiadványok második része. Ezen kívül számos más programot valósított meg a vármegyei önkormányzat. A polgármesteri találkozó első napján előadást tartott többek között dr. Stana Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Bács-Kiskun vármegyei igazgatója, aki arról beszélt, hogy az elmúlt egy évtizedben jelentősen javult a kezelésükben lévő vármegyei közutak minősége. Hozzátette, egyelőre nem tudni, hogy mikor indulhat újra az útfelújítások központi finanszírozása, ugyanakkor a Magyar Falu programból vagy éppen a TOP Plus forrásokból folytatódhat a vármegyei közutak felújítása. A találkozó első napjának vendége volt dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára is, aki többek között megerősítette, hogy az önkormányzati választásokra 2024-ben az EP választásokkal egy időben, vagyis várhatóan június 9-én fog sor kerülni. A második napon Szabó Csaba, a miniszterelnökség főosztályvezetője beszélt arról, hogy Bács-Kiskun vármegye az idén záruló TOP beruházások és a már elindult TOP Plus projektek megvalósítása tekintetében is első helyen áll az országban. A főosztályvezető kiemelte, hogy a TOP Plus programban újabb 107 milliárd forint áll Bács-Kiskun rendelkezésére, ebből 36 milliárd forintnyi összegről már döntés is született. Kisvárosoké a jövő. Erről dr. Piskóti István professzor, a Miskolci Egyetem tanszékvezetője beszélt előadásában. Mint elmondta, felmérések alapján egyértelmű, hogy a közszolgáltatásokat biztosító kistelepülések lakóhely szempontjából egyre inkább alternatívát jelentenek a nagyvárosokkal szemben. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ehhez ki kell találni a településeket, hogyan válnak élhetővé és vonzóvá nem csak a lakosság, de az odalátogatók számára is. Az esemény kiváló alkalom volt arra, hogy a polgármesterek, jegyzők első kézből halljanak friss információkat a munkájukkal kapcsolatban, illetve tapasztalatokat cseréljenek egymással.